vendéget vezetett, Szesko Szekulé is csatlakozott hozzánk. Egy jól sikerült, hogy jól kezdődött igazából az első negyed, egy nagyon jó kis játék volt, a játékot mutattatok. Mi változott igazából a második félben, hogy nagyon megjött a különbség, hogyha csak a végletnél látjuk érkeket a Először is gratulálok a Falkónak mindenek előtt, másodszor pedig az első negyedben szerintem egészen jó partiban voltunk, megtaláltuk a dobásainkat, az első negyedben be is mentek. A második negyedre ez nem mondható el, ott, hogyha jól látom 6 pontot szereztünk, ez viszonylag kevés, viszont úgy érzem, hogy az üres dobásokat ki tudtuk alakítani, illetve meg tudtunk helyzeteket kreálni, de mint a statisztika is mutatja, ez a 33%-os mezőnykísérlet, ez nem elegendő, nemhogy a Falkó, egy más kaliberű csapat ellen sem. A második fél időben még egyszer vissza tudtunk jönni, viszont ott utána Benni és a Zoli egy-két gyors akcióval igazából le is zárta a mérkőzést. Utána csak a különbség volt kérdés. Köszönöm szépen, és akkor jó pihenés, vagy megvárhatod a vezetőt. A kérdés ugyanaz, illetve arra lennék kíváncsi, hogy ebből a mérkőzésből mit tudtok az adni, hogyan tud ez mérkőzés segíteni a második fordulóval a felkészülést? Először köszöntöm a közösség, nagyon jó érzem magam Falkó és Szombatkén, nagyon jó volt, és gratulálok meg egyszer én is a Falkó. Mi vagyunk a csapat, ki akarunk bemaradni az A-liga. Falkó ez ilyen más dimenzió, lehet mondani. Nagyon erős nálunk, ez volt a kulcs, de próbálunk játszani egy erős mérkőzés. Mit mondtam, nyilatkozom meccs előtt, de mi nem jövök a fehér zászló, biztos akarunk kikupni, akarunk játszani. Mit első negyed is megmutatunk, de tudunk. Második negyed volt a kritikus, csak 6 pont dobtunk, és a harmadik negyed ez a gyenge volt. Nagyon nehéz, most ez nagyon okoskodni könnyebb, nagyon nehéz játszani a Falkó, ez ilyen roster, nagyon hosszú kispad van, minden játékos, teljesen mindegy, melyik a center Popovics megy kint, utána jön a Keller Ákos, vagy a Per Zoli, ez a kispad van ilyen, mint a csere játékos, nálunk ez nem ilyen, nálunk nincs ilyen hosszú kispad, mint ez olyan minőségi. Gratulálok a saját csapatunk, ezt kell tanulni, ez ilyen nagy iskola nálunk, és mi keresünk sánszal a másik csapatunk, nem az a Falkó Szombathelyen biztos. Remélem, de tudunk jobban játszani, nagyon gyenge statisztika volt ez a dobás, kintről dobás, és ezt bízom benne, de tudunk jobban is. Meg egyszer gratulálok a Falkó, és sok sikerre az a BL meccsek, tudom, most a szerdán játszunk a Lengyelország és a bajnokság, és köszönöm a Szombathelyiek meg egyszer. Köszönjük szépen, és jó utat haza. Köszönöm. A mérkőzés után tájékoztatom hazai oldalról a csapatkapitányunk, Pár Zoltán és az edzőnk Zsocskó napot csatlakozott hozzánk. Zoli igazából az első negyedben volt egy szoros állás, egy szoros mérkőzés, utána sikerült kiépíteni egy nagyobb előnyt, kérlek értékelte találkozót, illetve tért ki arra, hogy milyen volt ismét tétmeccset játszott az Arena Szaláriában. Sefer Arena Szaláriában. Így van, a kezdésünk az nem volt olyan jó, puhán játszottunk védekezésben, meg támadásban sem találtuk meg úgy a ritmus, de a másik negyedtől kezdve azért ez már kicsit jobb volt. A harmadik negyed az meg nem úgy sikerült, ahogy kellett volna, viszont a negyedik negyedben már fel tudtuk örülni a Pécs csapatát. Jó érzés volt újra pályára lépni, jó érzés volt elkezdeni a bajnokságot, és következő héten pedig egy fontos BL meccs vár ránk. Jó pihenést kívánunk, és Milos Mizgó, Tatszentezbe, first of all, congratulations to me, and second is the question, are you satisfied with the game, are you satisfied with what you see on the court, because I know the final result is a big gap between the two teams, but are you satisfied with what you saw in the court? Like usually, start of the season always is little nervousness and a lot of some to set pressure on the team. Do they need to do something? Igazából minden szezon kezdete kicsit nehezebb, hiszen van egy kis idegesség a játékosokon, a csapatokon. Mondhatjuk ezt akár nyomásnak is.
de ez ma is megmutatott a játékosokon. This is the reason why I want to congratulation to my players for the win. Ezért is szeretnék különösen gratulálni a játékosainak a győzelemhez. But today was like two different half time. First and the third quarter and the second and fourth quarter. De igazából felemás majdnem félidőket, de majdnem felemás negyedeket láthattunk. Az első és a harmadik teljesen különbözött a második és a negyedik negyedben mutatott játékoktól. The biggest problem is very simple. We play soft defensively. Sometimes we play good defense, but we not finish the defense and they grab the offense rebound. And after that, like Zozo said, we was without rhythm in offense. Igazából a recept egyszerű, vagy olyan volt, hogy puhán védekeztünk, vagy jól védekeztünk, de nem fejeztük be a védekezést, és engedtük a fésnek a támadó lepattanókat, és ahogy ezt az Ozzá előttem is már elmondta, ezek a ritmusok, vagy ezek a periódusok pont támadásra is meglátszottak, mert akkor nem kapott ritmust a csapatunk. Second and fourth quarter was totally different. In the 20 minutes we received 18 points. Igazából a második és a negyedik negyed teljesen ennek az ellentéte volt, 20 perc alatt kaptunk összesen 18 pontot, ami igazából egy remek védekezésnek volt köszönhető. One more time, this is the first game. My congratulations to my players. 58 points we receive on the end. That means defensively is okay. Some small things we need to improve because in the next few days we play new game in the BCL and we want to be better and we want to do everything from our side to try to win the game. De még egyszer azért szeretnék természetesen gratulálni a játékosainak, összességében 58 pontot kaptunk, mert a védekezésünk nem volt olyan rossz, de mindenféleképpen rendbe kell tennünk egy-két dolgot, hiszen néhány nap múlva BL mérkőzést játszunk Lengyelországban. On the end, I was also happy to play the game again against Sračko Sehulović, who bring me in the Hungary, and for sure he is one of the very important guy for to say like my Hungarian carriera. And I wish to him and to PVSK team all the best in the new season. Végül pedig szeretném kifejezni, hogy nagyon jó volt ismét Sračko ellen játszó Sračkóval találkozni igazából a pályán, hiszen nagyon ő hozott ide, ővele kezdtem a magyarországi karrieremet, és nagyon sok sikert kívánok neki erre a szezonra, erre a szezonra is, és természetesen a PVSK-nak is. Köszönjük! Köszönjük szépen, Miros! Jó pihenést!